Rekordokat döntött az idei Quintessence pálinka verseny. A lilafüredi palotaszállóban rendezett eseményre 1318 mintával nevezett több mint 260 hazai és külföldi versenyző. A szakmai bírálat mellett kiválasztották a közönség kedvencét is, ami idén egy Mána pálinka lett. A magyar pálinka rangját és megbecsülését jelzi, hogy a világ mintegy 70 országában értékesítenek ebből a hungarikumból a termelők. Ez a népszerűség látszott Lillafüreden is, ahol a palotaszálló csodálatos környezetében rendezte meg az Ongai Kulturális Egyesület idei már 8. Quintessence pálinka és párdat versenyét. Akkor, amikor ezt 2010-ben elkezdtük egyébként, akkor még csak a helyi pálinka barátokat szólítottuk meg, és nagyon minimális, tehát 46 mintával kezdtük, de már akkor is próbáltuk volna azt elérni, hogy olyan pálinka versenyt szervezünk, ami idővel rangossá válik, tehát ami szakmailag is eléri azt a szintet, hogy több annál, hogy majd mi összejövünk jó páran, és eldöntjük majd egymásnak, hogy kinek mik a jó pálinkája, és ki a legjobb. Aztán ezt mindig próbáltuk úgy bővíteni, mind szakmailag, mind pedig bírálati rendszer tekintve, hogy egyre többen és egyre szélesebb körbe jöjjenek el, és hozzanak mintákat. Előbb 4 megyéből, aztán utána az egész ország területéről is, most már évek óta határon túlról is jönnek. Az idén már nem csak a szomszédos országokból, ha lehet így fogalmazni, mert Romániából, Szlovákiából eddig is voltak minden éven nevezők, hanem volt már nevezőnk Ukrajnából, volt nevező Lengyelországból, volt nevezőnk Német, illetve Törökországból, és Kínából, bár nem először volt a Kínából, mert a 3 évvel ezelőtt már érkeztek versenyminták. Tehát tényleg nemzetközi a bírálati merítési lehetőség. Maga a zsűri is egyébként egy nemzetközi, tehát ott is több országból jön össze az a most 28 fős bíráló bizottság, akik a pálinkákat értékelték és minősítették. Egyébként magánkereskedelmi és bérfőzetők egyaránt részt vesznek, 1318 minta érkezett, abból 433 volt most a kereskedelmi tétel, ez mind a kettő abszolút rekord Magyarországon, tehát egyetlen egy versenyen se volt ennyi nevezett minta, ugye a csúcsot éppen mi a tavalyi versenyünkkel tartottuk, de azt is sikerült megdönteni, és 400 feletti kereskedelmi tétel sem volt az elmúlt években, illetve hát eddig soha Magyarországon. Emellett egyébként a magánfőzetők is szép számmal neveztek, több mint 300 volt azoknak a száma, akik az otthoni főzett termékeiket úgy döntötték, hogy a zsűrivel is megosztják és megmutatják, hogy mire képesek. Tuzson Bence, a miniszterelnöki kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára a rendezvényen elmondta, nagyon jó, hogy a pálinkának egyre jobb és egyre nagyobb a megbecsültsége, mind itthon, mind a nagyvilágban. Kevés olyan dolog van, mint a pálinka, a magyar pálinka, ami hát meghatároz minket is, mert hát nekünk magyaroknak van egy pár dolgunk, van egy gyönyörű nyelvünk, amitől mi magyarok vagyunk, de nem csak ettől vagyunk magyarok, hanem attól is, hogy van egy magyar pálinkánk is, és a Magyarországról beszélünk, akkor kicsit talán beszélünk a pálinkáról, és hogyha pálinkáról beszélünk, akkor kicsit talán, sőt, Magyarországról beszélünk, és a magyar kultúráról is beszélünk, és hogyha kultúrához kapcsolódik, akkor az is jó dolog, hogy a pálinkának a fogalma is megváltozott az elmúlt 10-20 évben, mert még talán, amikor én gyerek voltam, és a pálinka szót hallottam, akkor egy kommersz italra gondoltam, ma már azonban, hogyha a pálinka szót kiejtjük, és talán mindannyian így is vagyunk vele, akkor a mi agyunkban, a gondolatunkban egy minőségi ital jut eszünkbe, és hát ez a minőségi italhoz most már egy minőségi fogyasztás is társul, és ez a jó dolog, hiszen minden ilyen terméket, mint egy pálinka, az a jó, hogyha minőségi módon tudunk mértékkel fogyasztani, megkóstolni, megízlelni, érezzük benne Magyarország ízét, azokat az ízeket, amelyeket igen fontosak egy pálinkában, talán ezt itt ma meg is lehet tapasztalni, de természetesen minden csak mértékkel. Államtitkár úr szereti a pálinkát, milyen a jó pálinka? Hát a jó pálinkának van íze, van zamata, de azt hiszem nem biztos, hogy én vagyok ennek a legnagyobb szakértője, de itt, hogyha körülnézünk, biztos sok szakértővel találkozunk. Az biztos, hogy akik termelik ezt a pálinkát, azt nem lehet csak úgy csinálni, mint egy gyárba legyártani, ahhoz szív és lélek kell, tehát mondhatjuk azt, hogy az igazi jó pálinka, az a zamat, az ízmenet az is, hogyha azt érezzük benne, hogy aki csinálta, annak a szíve, a lelke benne van. Nem szeretnék ilyen közhelyeket megfogalmazni, de ugye mindenki tudja, hogy a pálinka mondjuk az tényleg egy hungarikum. És azt gondolom, hogy pont ugye erre nagyon is büszkék lehetünk, ugye nyilván Brüsszel ellen is kiállunk, tehát hogy ugye ezért a magyarságnak harcolnia kell, hogy a pálinka az fönt maradjon, mint nemzeti érték. Ugye a franciáknak is ott van a boruk, ugye van framboázuk, az olaszoknak van grappájuk, stb. A magyaroknak is van pálinkájuk. És azt gondolom, hogy ez ugyanolyan nemes ital, mint akármelyik más országnak mondjuk, vagy akár csak a calvados tudnám még itt mellett említeni,
Magyarországnak is szerintem nagyon fontos megőrizni ezeket a tradicionális értékeket, akár gasztronómiai legyen az, akár mondjuk, hogyha pálinka főzésről beszélünk. Azt gondolom, hogy például mondjuk ez az esemény, ami most már évek óta egyre nagyobb és egyre számosabb pálinkát bírál el, és most már ugye 1300 pálinka vagy minta fölött járunk, és azt gondolom, hogy tényleg, hogyha már Kínából is jelentkeznek úgymond versenyzők, meg Törökországból is, akkor ez most már kezdi elérni azt a szintet, hogy ez most már nemzetközileg is kezd elismerté válni, és ez már nem csak olyan, hogy a magyar rock itt maguknak csinálnak maguknak valami fajta, nem tudom, össznépi dzsemborit, hanem ez most már a világon is kezd elismerté válni, és hogyha a világon is elismerik, akkor nyilván a legjobbnak, a magyaroknak kell ugye ebben lennie, és azt gondolom, hogy ezt csak úgy tudjuk terjeszteni, hogy például egy ilyen jeles eseményen ezeket bíráltatjuk, megismertetjük az emberekkel, és a büszkeséget kvázi növeljük. A 28 fős nemzetközi zsűri a kereskedelemben kapható minták közül 33 sampion, azaz nagy aranyérmet osztott ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 31 kategória győztes minta volt. A 2017-es év kereskedelmi főzdéje az Agárdi pálinka főzde, míg az év legjobb pálinkája a Schistler pálinka főzde Vilmos Körte pálinkája lett. Soltvadkerti Vilmos Körte pálinka. Nagyon boldog vagyok, azt gondolom látszik is. Tehát ez több mint 1300 pálinkából vagy párlatból azért azt elérni, hogy a legjobb legyen, az első legyen ezek között, azt azért igen nehéz, pláne egy klasszikus gyümölcs esetében, úgyhogy nagyon örülök neki. És hát büszke vagyok a kollégámra, a főzőmesterre, meg hát az egész csapatra, aki dolgozik ebbe a cégbe és ebbe a tevékenységre foglalkozik. Gyakorlatilag ismételni tudnám azokat, akik ugyanezt elmondják, alapanyag, technológia, stb. De azért a gyümölcs esetében az évjárat, legyünk őszintén, egy kicsit a szerencsés benne van ebben a dologban, hogy az pont akkor legyen az a gyümölcs leszedve, pont akkor legyen cefrézve, és hát a főzőmesternek a tudása az mindenképpen, a szeretete, hozzáállás az, a lelke benne legyen. 2017-ben biztosan ez a kedvenc pálinkája, de egyébként melyik a kedvenc? Egyébként Körte a kedvencem, Soltvadtegert környékén egy igen honos fajta a Kiffer Körte, egyébként nekem az a kedvencem, az egy szolidabb, visszafogottabb, de nyilván nagyon büszkék vagyunk minden termékünkre, tehát most ezen után természetesen a Vilmos Körte az hát föl van emelve a legmagasabb polcra. A társadalmi zsűri szavazata alapján a közönségdíjas pálinka címet a Sáppusztai pálinka főzde Málna pálinkája kapta.